Tehát én szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeket szerettem volna tanítani, romákat, mert tudtam, hogy nekik tök sokat fog jelenteni csak az az egy mondat, hogy a tanítóbácsi is roma. Mindenről ugye vannak sémáink arról, hogy mi a kutya. És akkor először csak a német juhász a kutya, aztán látod a csivavát, nem tudod, hogy mi az, de aztán mondják, hogy kutya, és akkor ilyen is lehet a kutya. És hogy a romassággal szerintem van egy ugyanilyen dolog, hogy nagyon kevés roma tanár van, de van. És ez is eszembe jutott, hogyha ott vannak azok a gyerekek, akiknek van egy roma tanáruk, legyenek ők romák vagy nem romák, tök mindegy, akkor a romákról kialakult sztereotípiába belekerül az is, hogy lehetnek tanárok is a romák.